Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. Végre itt is vagyunk egy szombati horror videóban. Hogyha esetleg valakinek a tegnapi kimaradt volna, mindenféleképpen pótolja be, de mivel baromira régen néztünk már meg ilyen kis para rövid horror filmeket, arra gondoltam, hogy a most következő videóban egy ilyennel készülök nektek. A most következő horror filmünknek pedig az lesz a címe, hogy A magas ember. Nagyon, de nagyon barátságosan hangzik ez az egész. Csak nem lesz félelmetes, és csak jól fogunk tudni ez az egész után aludni. Nem? Hát reménykedjünk a legjobbakban, és akkor szerintem kezdjünk is bele. The Tall Man. Hogyha én horror filmet csinálnék, tuti, hogy én is valami hasonló, barátságos címet adnék neki, hogy azt higgye a néző, hogy jaj, ez valami kis nyugis, lájtos film lesz, közben pedig brutálisan durva lenne. Lehetséges, hogy ez is valami hasonló lesz. Szóval ne becsüljük le ezt a rövid horrorfilmet. Ki tudja, hogy mennyire para lesz az egész, ott csak egy cipő van, és nem áll ott senki, nyugodjunk meg. De várjatok már! Mégis mi van oda a falra írva nekünk? Ő egész éjszaka játszik, és napközben pedig elbújik. Van egy olyan érzésem, hogy bizony ennek a nőnek a gyereke látta már ezt a magas embert, és ő írhatta ezt a falra. Legalábbis nem hinném, hogy saját magáról írta ezt a magas ember. A magas ember itt van. Aha, mennyire, de mennyire nem megnyugtató, hogyha valaki komolyan szembesül egy ilyennel a gardróbjában, és pont ott van a cipő. És ő maradni fog. Hát akkor ezek szerint ő nem akar onnan kiköltözni. És ő mindig ott lesz. Örökre. Ha akarjuk, ha nem. Aha, és még le is van nekünk rajzolva. De miért ilyen para az arca, és miért van áthúzva? Tuti, hogy csak a gyereke így random ezt odarajzolta. Próbáljuk magunkat ezzel nyugtatni. Aha. Hogyha a gyereke ilyet írt oda, az nagyon, de nagyon nem normális. Bármennyire is próbálunk higgadtak maradni. Mi ez a hang? És miért a nő mögül jön? Sőt, szerintem most nagyon, de nagyon nem nappal van. Random megjelenik ott az a cipő. És tudjátok, az a legparább az egészben, hogy a nőnek mondjuk nincs is gyereke, és nincsen senki, aki oda rajzolhatta volna azt, csak így random, egyik napról a másikra megjelent, mint hát a magas ember a házában. Figyeljetek, ameddig egy helyben van az a cipő, addig nyugodtak lehetünk, és persze, hogy akkor mozdul meg. Mis az a színészi teljesítmények vannak egyébként itt a hölgy részéről. Annyira, de annyira élvezem ezeket a rövid horrorokat mindig. Hát bizony ismételten lehetett hallani azt a hangot, és tudjátok, most pedig már ismételten a nő mögött lenne. Csak halucináltam? Vagy itt volt valami, de ez szerintem csak egy háttérben lévő kép. Nem? Na, már el is tűnt a cipő. Ja, ez itt szerintem az ablak csak. De hát a nő nem szórakozik, és megy a hang fele. Szerintem életének utolsó perceit láthatjuk most. Gondolom most megy megnézni a gardróbban, hogy ott van-e az a férfi cipő. De tudja, hogy ott lesz a helyén.
És tudjátok, a tükörben valakit látnánk mögötte, kapcsold már fel a villanyt, ott is van, erről van szó. Hát bizony, az a cipő nincsen ott, pedig ő nagy eséllyel sehova sem rakhatta. És tudjátok, sőt, a felirat is eltűnt. A nőre mindjárt rácsukódna az egész gardrób. De hát az a cipő magától bizony sétálgat. De ne csináld már! Ennél rosszabb ötleted nem is lehetne. Miért kell a gardróbban elbújni? Nehogy ott maradjál, kérlek szépen! Menjél onnan minél, de minél messzebbre! Az... Már éppen dicsérni akarlak, hogy milyen ügyesen csinálod, hogy kimész a gardróbból, de nem, de helyette bezárkózol oda. Hát lehetséges, hogy az a fő hadiszállása a magas embernek. Egy ajtó nem fog téged megvédeni! Hát bizony, ott már nem csak cipő van, és komolyan baromira magas az ember, így lehajolva közlekedik? Hát akkor jóval több, mint 3 méter lehet, nem? Nyugi! Ez csak illúzió! Fugázi az egész! Azért látod az árnyékát? Aha! Ezért mondtam neked, hogy bizony ne oda zárkózz be, ugyanis onnan nem tudsz egyszerűen kimenekülni. De tuti, hogy csak időközben hazajött a férje, és nem lesz itt semmi probléma. Legalábbis én szeretném azt hinni. Na, látjátok? Már el is tűnt, és tudjátok, mögötte ott lenne a cipő ismételten, méghozzá a gazdájával. Mennyire, de mennyire meredek lenne az? Jó, ott van még vele szembe, és már el is megy. Hú, fellélegezhetünk, és most, hogyha filmet készítenék, ilyenkor elhitetném a nézővel, hogy bizony, nyugi, nem lesz itt semmi para, és most jönne a legeslegdurvább rész. A kérdés már csak az, hogy vajon ők is így csinálták-e, de szerintem nagy eséllyel így csinálták. Na, vajon ezek után kimerészkedik? Hát hogy nem merészkedne ki? Nagyon, de nagyon remélem, hogy most szépen egyből a bejárati ajtó fele veszed az irányt, és jó messzire elmész abból a lakásból. Annyira, de annyira nem szeretem sohasem, hogyha valaki mögött tükör van egy horrorfilmben, meg hogyha bárhol is tükör van, csak nehogy jumpscare legyen, kérlek szépen. Egy kicsikét a biztonság kedvéért én már messzebb is mentem, de hát nincsen ott a magas ember cipője. Fuss ki a házból, azaz! Menekülj! Jól van, ne nézelődjél már komolyan, hogyha egy ilyen szituációban lennénk, nem keresnénk itt, nem kíváncsiskodnánk szerintem ennyire, hanem egyből mentenénk az életünket, nem? Bár, hogy jobban belegondolsz, azért csak körbenézni, hogy mégis mi van, de akkor is. Az a legfontosabb, hogy életben maradj. Nem az, hogy fény deríts itt az igazságra. Ott van mögötted a magas ember. Azaz, jó, van, menjél már ki! Ja? Hogy csak így mellé teleportált? És már ott van mellette? Hát ez a magas ember bizony. Nem szeretné, hogy a nő onnan eltávozzon. Full libabőrös az egész lábam. És most már bizony a nő is ott van. A magas ember mellett, a gardróbban. És lehetséges, hogy egy ugyanilyen teremtményé változtatta őt. És mostantól kezdve pedig a háznak a leendő tulaját ketten fogják így kísérteni. Pedig annyira kevesen múlott az egész. Csak egy ajtó választotta volna előtt a meneküléstől. De hát sajnálatos módon nem jött össze. Na de akkor ennyi is lett volna
ez a rövid horrorfilmünk. Nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt. Hogyha pedig még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, mindenféleképpen tedd meg. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok!